képviselőit, illetve kedves vendégeinket, Habis László polgármester urat, országgyűlési képviselő, Benedek Istvánt, a Heves megye intézmény fenntartó központ vezetőjét, dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnök megbízott urat, illetve dr. Molnár Béla, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zoltán, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT általános vezérigazgató helyettesét. Jó magam, illetve kollégáim az EGRI Vár munkatársai nevében. Az EGRI Vár Barkocs, illetve Déli Kapu állatmegóvási munkálatait követő sajtótájékoztatóra, illetve kapuátadóra gyűltünk össze ezen a szép napon. Én nem is szeretném szaporítani a szót, megkérném Habis László polgármester urat, tartsa meg köszöntő beszédét. Köszönöm, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Mondhatnám azt, hogy minden bajnak dr. Nyitrai Zsolt az okozója, mert hogy tavaly nyáron kibuszis vendégeket hozott ide a várba, és ugye azzal szembesültünk, hogy mindez a Varkos kapuba esse, mind a főbejárat eléggé tudor állapotban volt, és akkor határoztuk el, hogy kezdeményezésekkel kell élnünk, hiszen az elmúlt évek szélsőségesen csapadékos időjárás elég komoly károkat okozott az egész erődítményrendszerben. És akkor vettük fel a kapcsolatot a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérkarával, és én megmondom őszintén, hogy a város polgármestereként egy rendkívül kellemes élményben részesültem, nevezetesen, hogy ha már kapunál állok, azt mondhatom, hogy úgy éreztem hosszú évek után először, hogy nyitott kapukat döngetek, mert hogy tulajdonképpen a jogi kötelezettségeken túlmenő, tehát az MNV ZRT kompetencián, jogilag megfogalmazható kompetenciáin lényegesen túlmenő dolgokról kezdtünk el beszélni. Egyrészt arról, hogy ez a felújítás, beruházás valóban valósulhasson meg. Persze a magyar sajtó az ugye sokszínű, úgyhogy kaptunk időközben ideget, meleget, hogy miért nem készül ez egy gyorsabban, meg hogy miért nem vakolókanállal kezünkbe kerüljük ezt a dolgot. De nyilvánvalóan egy munkát meg kellett tervezni, előkészíteni, és nagyon röviden annyit is szeretnék még hozzátenni, hogy azóta is kapcsolatban állunk az MNV illetékeseivel. Számomra hallatlanul örömteli az, hogy arról értesültem, hogy a Zárkándi bástya, ez a Tetemvárnak szoktuk mi egrének mondani, rendbetételének a műszaki előkészítése is elkezdődik, hogy a minaret statikai megerősítésének a műszaki előkészítése elindul, hogy közösen gondolkodhatunk az állami szervekkel arról, hogy hogyan lehet a belvas rehabilitációhoz kapcsolódóan a minaretet és a környékét rendezni, rendbe tenni, hogy esetleg egy közös gondolkodás eredményeként egy turisztikai attrakciófejlesztés is megvalósulhat, sőt, arról is elkezdtünk beszélni, hogy a Valides után a fürdő föl nem tárt részének esetleges feltárása indulhasson. Szóval én most megmondom őszintén, miközben ugye nap mint nap hallunk különböző negatív híreket, én most tekintetben tele vagyok optimizmussal, és szeretnék köszönetet mondani a döntéshozóknak, szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezt szerintem megvalósították. Köszönöm szépen. Szeretném fölkérni, igazgató asszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató urak. Egy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a megjelent érdeklődőket ezen a mai végülis átadáson. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO készített egy felmérést arról, hogy az embereknek mitől erősödik az immunrendszer. És ezen az igen nagymintás felmérésen arra jutottak, hogy ez a felmérés azt mutatta, hogy persze nagyon fontos az, hogy az ember mennyit tölt edzőteremben, milyen sportot üt, de a legfontosabb az, hogy mennyi időt tölt a szabad levegőn. Úgyhogy a mai sajtótájékoztatónk, vagy átadásunk az ebből a szempontból egy szolgáltató jellegű sajtótájékoztató, hiszen nem csak információkat adunk át, hanem az önök és mindannyiuk immunrendszerét is erősítjük ezzel a megjelenéssel. Azt gondolom, hogy a mai nap az egy jó példa arra,
hogy összefogással sikert lehet elérni. Mai nap egy jó példa arra, hogy politikusok összefogása, szakma összefogása, az állami szervek összefogása és hatékony együttműködésével rövid idő alatt is lehet sikert elérni. Az, hogy ma aztán végül is ezt két kaput tudunk átadni, ez egyértelműen szimbolikus, hiszen az EGRI vár önmagában egy szimbólum, és a várkapu, ami ugye az egésznek az eleje és a vége egyben, azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, és pont amit polgármester úr is említett, amikor tavaly nyáron erre jártunk, akkor azt láttuk, hogy nem biztos, hogy méltó állapotban voltak ezek, eléggé lepusztult állapotban, és akkor döntöttünk úgy, hogy közösen összefogva teszünk azért, hogy megváltoztassuk ezt az állapotot. Külön örülök annak, hogy a döntés gyorsan megszületett, és a kivitelezés is gyorsan megtörtént. Külön örülök annak, hogy ezt a felújítást egyébként helyi, tehát egri vállalkozók végezték el. Ez nagyon fontosnak tartom, mert ilyen módon munka lehetőségét azt el tudtuk hozni helyi vállalkozásokhoz. Én szeretném megköszönni a Várműzeum vezetésének, tervezőknek, kivitelezőknek, és természetesen az MND ZRT-nek, a vagyonkezelőnek, különös tekintettel Molnár Zoltán általános vezérigazgató helyettes úrnak, aki végig operatív partner volt abban, hogy ezt a mai sikert meg tudjuk valósítani, és a helyben dolgozó kollégái szintén ugyanúgy jártak el, úgyhogy a Várműzeum, a közélet és az állami szervek közös sikere ez, de igazából az egri polgárok sikere a mai naptól kezdve.